Én mondjuk nem vagyok félős, te se szerintem, úgyhogy nem féltünk semmitől, de mivel a szándék nem ez, teljesen mindegy, hogy hova helyezkedik a film, ugyanúgy szól a jobbosoknak, mint a balosoknak ez a film, ugyanúgy szól a kormánynak, mint a kormány ellen, tehát hogy nincs ilyen dolog. Perc alatt lepattintom ezt az ügyet, azért, mert ez nem létező dolog ebben a filmben. És innentől kezdve mindegy, hogy hova sorolják. Egy jobbosnak ugyanolyan fontos látni egy menekült kiszolgáltatottságát, mint egy balosnak, vagy egy középen elhelyezkedő állampolgárnak. A cinikust használtál? Ugye? Szkeptikus. Igen, mert hogy a szkepszis a lényeg ebben, vagy a szarkazmus inkább, sokkal inkább. Ezt kiegészítve nekem az volt az érdekes benne, hogy amikor kívülről nézed magad, az nagyon fontos dolog. Tehát egy, onnantól kezdve a képtelen vagy kívül helyezkedni a saját kultúrádon és kívülről látni önmagad, vagy valami, akkor nagyon nagy baj van. Tehát, hogyha belülről, mint egy ilyen dúlat figyeled az önmagad szentségét, meg a halhatatlanságát, az mindig egy ilyen beszűkült tudatállapothoz vezet. És az a szkepszis az arról szól, hogy ha bármilyen történel, de bármilyen dolgon egyébként kívül helyezkedünk, akkor egy csomó aspektus létrejön, az addig gondolt és a kizárólagos gondolkodás egy bizonyos dologról, az rögtön feloldódik, hogyha kívül helyezkedsz. És ugye értelemszerűen egy közép-afrikai férfi, egy irányi lány azonnal kívülről enged minket láttatni, és ugye én nekem ez volt benne jó, hogy a szkeptist ez engedi meg. Tehát nem egy öncélú szkeptis, hogy a rendező elmondja, hogy ő milyen szkeptikus, hanem hogy tényleg hiteles karaktereken keresztül lássuk jönni. De szerintem ez egyébként minden identitásra igaz. Tehát, hogyha bármilyen olyan identitás vagy kultúra, amiknek nincs öniróniája, a szkepszise, kritikája önmagával szemben, hanem ilyen doktrinál módon saját magát elolvatja, az előbb-utóbb ráadásul föl is számolja önmagát. Tehát, hogy történelmileg az a tapasztalat, hogy ott, ahol bemerevednek ezek a dolgok, ahol nem lehet kritizálni, nem lehet röhögni magunkon, vagy ezek a dolgokon, azok előbb-utóbb el is veszítik azokat az értékeket, amik az identitást létrehozták. Tehát szerintünk ez fontos. Azért azt tudjuk jól, hogy Kelet-Európában, de talán az egész világon a nőknek még mindig egy jelentős részének a konyhába a helye, vagy a mosógép mellett a helye, tehát hogy ők tolják a családot, ők csinálják a házi munkát, egyfajta házi rabszolgasságban élnek, nem nők többé, tehát hogy ez erre egy ilyen kis kivetült gondolat az Iván meg az én részemről, hogy ezt erről szóljunk, de hát nyilvánvalóan a film témája ennél többet nem engedett meg. Ez nem a házasság elleni szkepticizmusra gondolok, hanem ezeknek a nőknek a helyzetére. Amit szerintem mindannyian ismerünk, hogy miről beszélünk, tehát azonnal felismerhető minden néző számára, hogy mire gondol itt az alkotó. Ha megnézed ezt a filmet, ez nem arról szól, hogy ez egy kirekesztő társadalom. Itt a hentestől kezdve mindenki segít ennek az embernek, a hivatal egy kicsit kemény, az a világon mindenhol az szerintem. Vannak könnyű, az államokban is kell tenni vizsgát, tehát egy kicsit könnyebb, de a németeknél ugyanolyan húzós, vagy mondjuk Svájcnál meg szerintem lehetetlen lerakni a vizsgát, vagy nagyon nehéz, ugyanúgy. Én nem akartam bemutatni azt, hogy borzalmasak vagyunk, mert nem vagyunk azok. Mi megtanultuk az Ivánnal, de legfőképpen én egy idő után nagyon sokat beszélgettem a menekültekkel, és egyértelműen az jött le, hogy ők nem látnak minket borzalmasnak egyetlen, sőt, egy nagyon meleg szívű, befogadó országnak látnak minket. Az önmagunk, hát ez meg már az első kérdésednél volt egy ilyen válasz, hogy az önmagunk, ahogy komolyan vesszük magunkat, véresen komolyan vesszük magunkat, abban van valami nevetséges, a kívül helyezkedsz rajta. De a filmnek egyáltalán nem volt ez a szándéka, hogy azt mutassuk, hogy szörnyek vagyunk, mert hogy az én tapasztalataim szerint, amit én tanultam ez alatt a filmezés alatt, de inkább a kutatások előtt, az, hogy nem vagyunk borzalmasak, pont ugyanolyanok vagyunk, mint minden más. A segítség az egy ilyen emberi természet, velünk született dolog. És ez a magyarokban pont ugyanúgy benne van. Tehát, hogy nekem pont az volt a célom, hogy nem, mi nem ilyenek vagyunk. Nekem személyes tapasztalatom is volt ez most az Egyesült Államokban, ami egyébként kapcsolódik egy felméréshez, amit az Európai Unió tagországaiban csináltak, hogy a menekültek, vagy általában az idegenek elutasítottsága hol mekkora. És azokban az országban, Kelet-Európában többnyire, ugye, ahol kevés egyébként az idegen, és kevés menekültet is engedtek be, vagy kevés menekült van,
ott sokkal nagyobb az elutasítottsága a menekülteknek, meg az idegeneknek, mint azokban az országban, ahol egyébként nagyobb számban jelen vannak. Amerikában ugyanezt láttam, hogy ahol sok fekete van például egy városban, hogy sokkal több haverozást, barátkozást, együttsörözést láttam szomszéd és szomszéd között, mint ott, ahol nem. Tehát miért van ez? Ez egy érdekes kérdés szerintem. És valószínűleg azért, mert én is és Roland is abszolút abban hiszünk, és ez volt a tapasztalatunk is, hogy egyébként ez részben egy pszichózis, meg egy hisztéria, aminek persze alá lehet gyújtani, szóval ez kicsit olyan, hogy ha megkérdezik az embert, és ugye ezekben a felmérésekben is rémesen szerepel Magyarország, hogy szeretné-e, hogy a szomszédja arab legyen, zsidó legyen, cigány legyen, nem tudom, akkor azonnal azt mondja, hogy nem, semmiképpen. De ha mondjuk arab, de ha már egyébként már ott lakik, és már ott van, és akkor nem tudom, akkor egyébként simán átkopogtat, és átviszi a pörköltet, vagy együtt elmennek, megnézik a meccset, vagy ha kell egy tojás, akkor átkopogtat és kér tőle. Szóval, hogy ez szerintünk árnyaltabb ez a kép, és poénultabb bennél. Más kérdés, hogy nyilván egy olyan országban, mint a milyen kahar egyébként, annak nincs kultúrája, meg szokása, hogy egyébként hogyan élünk együtt idegenekkel, vagy hogyan kell együtt élni más kultúrából jövő emberekkel. Ezért aztán mindenkiben van egy kicsit egy ilyen skizofrén helyzet. Szóval valahogy például ott a hentes karakter, aki haverja ennek a fekete embernek, de azért ő benne is van egy pici idegenkedés, szóval még a haverjával szemben is, hogy azért egy kicsit kiröhögi a kiejtését, meg azért egy kicsit azért olyan szerencsétlennek gondolja, meg amikor igazán segíteni kell, akkor rögtön visszalép, hogy azért ne szórakozz már, meg. Szóval van egy határ, és zavar. Szerintem a magyar társadalom többnyire zavarban van ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és egy zavarban lévő embert nagyon könnyű tologatni különböző irányba, és azt mondja neki, hogy már pedig ne szeresd az idegeneket, és talán. Úgyhogy minket ez vezetett. A perifériára kerülteknek még jobban szükségük van egymásra, mint a középen élőknek, akinek van munkája, lakása, perspektívája, jövője, minden, az ott egyedül, izoláltan, magányosan elérdegél a teljes jóléti társadalom adta lehetőségek között. A perifériára szorultaknak az egymásra utaltsága az sokkal erősebb. Egy nő, aki kiszakad 55 éves korára, és egy feketével összeáll, egy fekete ember, ugye Gina eleve perifériáról kezd, egy menekült, és egy bujkáló menekült, aki aztán meg a perifériák legszín átcsorog. Ugye azt próbáltuk meg, hogy egy ilyen kényszerhelyzet, az milyen konfliktusokat szül. Ezért jött Mari egy kicsit szimbolizáltan az elutasítást, tehát abban a pillanatban minél nagyobb a nyomás, akkor ugye a leggyengébbe, és főleg ha más színű, más vallású, más nyelvű, abban a legegyszerűbb belerúgni. Marinak is egy telefonjába kell. Ha ez egy magyar lány lett volna, akkor hívogathatott volna bárkit, nem lett volna semmi. De ugye egy menekült idegen lány, akit ráadásul illegális, egy telefon, és már el is lehet tüntetni. Ezt próbálta egy picit szimbolizálni, hogy ez a fajta nyomás alatt született, az alatt születik a rasszizmus, és egy csomó olyan dolog, ami egyébként nem velünk született történet. És ezért zártuk őket össze a periférián, és egyébként a valósághoz is igazodik, ezek az emberek ott élnek. Nem itt élnek az 5. kerületben, és nem bankokban dolgoznak, meg tőzsdéken, meg saját üzleteik vannak, hanem ott tudnak lecsípni egy kis pénzt és egy-két segélyt, ahol csak bírnak. Én azt gondolom, hogy azért alapvetően ez a film számomra legalábbis erőteljesen szól azért az egyéni drámákról, de nyilván van, ez elválaszolott ezekről a társadalmi kontextustól. De azt is gondolom, hogy periférián is vannak, meg nem is. Tehát mondjuk a főhős, azért ő neki van itt egy tök jó kis munkája, biztonsági egy boltban, van lakása, van jövedelme, tud magyarul, tud kommunikálni az itt élő emberekkel, vagy barátja, és itt az egy csomó mindennek a birtokában van azért, ami úgy nincs periférián, mint egy, nem tudom, egy munkanélküli drogos fiatal, aki az utcán alszik. És direkt nem is akartunk ennyire periférián lévő embereket mutatni. Meg hát a Mari is egy bizonyos szempontból átlagos magyar középosztálybeli nő, aki valaha magyar tanár volt, most nyugdíjas, most még korepetált gyerekeket, él egy családban, fölnőtt két fia van,
Inkább az az érdekes talán, hogy bárki a perifériára kerülhet hamar egyik pillanatra a másikra, és az a kérdés, hogy akkor mi történik? Akkor kik az igazi barátai, akkor kik az igazi segítői, akkor a társadalom mellé áll-e, elkapja-e a zuhanás közben félúton, vagy nem. Inkább ez az érdekes, hogyha így nézzük ezek az emberek, most nyilván a éppen bujkáló iráni lány, ő azért nem nevezhető az átlagnak, de a Wilson és a Mari, ők tulajdonképpen átlagos alsó középosztálybeli emberek. És szerintem ez a többség, tehát a hatalommal és mindig beágyazottsággal rendelkező emberek, az Magyarországon mindenképpen egy szűk kisebbség. És az a kérdés, hogy ezekkel a nagy embertömegekkel adott esetben mi történik, vagy mi történhet, és akkor mi jön elő a környezetből, belőlük, mi van igazából elrejtve. De hát azt hiszem, hogy tulajdonképpen minden történet, minden dráma arról szól, hogy valakit vagy valakiket bizonyos szempontból perifériára tolunk egy történetemből, vagy érzelmileg, vagy társadalmilag, vagy mindkettő, tehát minket ez érdekel. Thank you.